A látogatók egyértelműen védekezésre rendezkedtek be, ám a hazaiak támadásaiban a félidő első felében semmi átütő erő és ötletesség nem volt. A vendégek játékosa Mark Krisztián a 26. percben egy parádés kiugratás végén a lemaradó dombovári középsővédők asszisztálása közepette, 23 méterről eleresztett lövésével megszerezte a vezetést. A 37. percben már 0-2-es állás mutatott az eredményjelző, ugyanis Mark Krisztián újból bevette Iványi Botond kapuját. A rémálom azonban még itt sem ért véget, a 45. percben a vendégek szabadrugáshoz jutottak, és ezúttal Réti Dániel Ferenc rúgott gólt a DFC ketrecébe. A szünetben kettős cserét hajtott végre a dombováriak trénere. Mindent elmond a hazaiak teljesítményéről az, hogy az 51. percig kellett várni az első kapu felé tartó lövésükre, ám a rugást a vendégek hálóőre maga biztosan hárította. A 75. percben Mark Krisztián a felező vonaltól egyedül lépett ki, és 14 méterről megszerezte saját harmadik és alakulata negyedik találatát. A szépítés nem sokkal később összejött a DFC gárdájának, de ehhez az kellett, hogy egy jobboldali beívelést követően Márk Attila az ötösről fejjel öngolt védsen, és az eredmény 4-1-re alakuljon. Ez engem is meglepett. Nyilvánvalóan ilyen gyorsan nem tudom az okait ennek megtalálni az okait, hogy mi, mert mind a 16 játékoson betlizett, mindenhogyan fizikálisan, mentálisan, nem találtuk a játék ritmusát, és ugye bekapott gól után teljesen megzavarodott a csapat, és nem tudtunk ebből kijönni, de nyilvánvaló, hogy aki kijött ma mérkőzésre, illetve aki szereti a dombovári labdarúgást, a vezetőedző nekem vállalni kell ezért felelősséget, én mindenkitől elnézést kérek ezért, ez a teljesítmény ez nem méltó a dombovári csapathoz.